Sziasztok! Ez a Pergamen Rehány Szavak csatornája, és a mai videóban az általam legjobban szeretett írókról fogok beszélni. Az utóbbi időben nagyon sok csatornán láttam ilyen vágatlan videót, és megkérdeztelek titeket, hogy érdekelne nálam is egy ilyen videó, és miről. Az egyik témajavaslat az nagyon tetszett, arról szólt, hogy mutassam be a kedvenc íróimat, főleg azokat, akiktől mindent elolvasok, úgyhogy most ezeket fogjuk megnézni. Kedvenc íróim között van például Irén Csajkovszki, de tőle nem olvasok el mindent, viszont kettő könyvet olvastam már, és tervezek egy harmadikat is. Szinte nem lehet mellé lőni nála, úgyhogy lehet, hogy mindent el fogok tőle olvasni. Andy Weir is ilyen, akitől eddig mindent elolvastam, ami úgy megjelent, de nem mindegyik tetszett nagyon, csak így elment néhány. Aztán Bíró Szabolcs. Na, tőle igen. Tőle szeretnék mindent elolvasni egyszer, és nagyon sok mindent elolvastam már, és nem csalódtam, úgyhogy ő egy olyan író, akitől szívesen elolvasok bármit. Böszörményi Gyula is ilyen, akinek jó lenne elolvasni a régi sorozatait, de nem vagyok benne biztos, hogy tetszenének, viszont ami mostanában megjelenik tőle, azt mindet elolvasom. C.S. Lewis is egy olyan, akitől szeretnék egyszer mindent elolvasni, de egyelőre csak a Narniát olvastam. Celeste Eng is ilyen, de ugye neki még csak két könyve jelent meg magyarul. Egyszer majd jó lenne tőle mindent elolvasni. Charlotte Bronte, Emily Bronte, akiktől egy-egy könyvet olvastam talán, de biztos, hogy minden könyvüket el fogom egyszer olvasni. Az összes író a listán nagyon-nagyon jól ír, és hogyha egy valami bejött tőlük, akkor szinte nem lehet mellé nyúlni más könyveikkel, úgyhogy ezért vagyok hajlandó mindent elolvasni tőlük. Diana Gabaldon is ilyen, csak megrekedtem az Outlanderrel, pedig szeretnék minden megjelent könyvébe beletekinteni, mert azért ő nagyon-nagyon jól ír, attól függetlenül, hogy nem mindig vagyok elégedett a történettel. Elena Ferrantitól elolvastam mindent, ami magyarul megjelent. Nem mindegyik tetszett, de szerintem tartani fogom ezt a szokást, mert az írásmódja miatt tökre megéri. Tolkien, szintén jó lenne egyszer mindent elolvasni tőle, de nem valószínű, hogy elfogok. Azért törekszem, hogy minél többet olvassak. Jane Austen, két könyvet olvastam el tőle eddig, ha jól tudom, ami nagyon kevés, de kevés könyve van, úgyhogy tervezem elolvasni az összes könyvét, és idén ebbe tervezek belevágni, hogy legalább néhányat pótolni tudjak. Jodi Picoult, akitől egy könyvet olvastam, ha jól emlékszem, de egyszer majd minden könyvét elolvasom. Egyelőre valamiért nem visz rá a lélek. Aztán Matt Haig, akit egyszer elterveztem, hogy mindent elolvasok tőle, de nagyon leálltam olyan 4-5 könyve után. Ezt folytatni fogom. Neil Gaiman szintén olyan volt, akitől csak vettem a könyveket, de nem mindegyik tetszett. Ettől függetlenül őt is tervezem még pótolni, hogy még több könyvet olvassak tőle. Péter Finovák Ivának is elolvastam minden könyvét, és egyik se volt csalódás, most a legújabbat még nem. Stephenie Meyer, tényleg mindent elolvastam tőle is, hihetetlen. Elena Ferrantira és Stephenie Meyerre van Plecsini Molyon, tehát, hogy mindent elolvastam tőlük, úgyhogy szeretném majd a többiektől is ezt a Plecsinit megszerezni. Szaszkó Gabriella, majdnem mindent olvastam tőle is, Szentesi Évától is, Svetlana Alexievics, őt még pótlom, mert még mindent nem olvastam tőle. Fabelt is nagyon szerettem egy időben, de teljesen leálltam vele, és Shakespeare, aki jó lenne, hogyha egyszer szintén egy ilyen plecsniként megjelenne, és mindent el tudnék tőle olvasni, és én még az elején nem említettem A.M. Aranthot, aki egy magyar író. Nem tudom, hogy van-e több könyve azon a kettőn kívül, amit olvastam, meg egy antológiát is olvastam, nem tudom. És ennyi, ezek a kedvenc alkotóim. Na és akiktől nagyon sok mindent elolvastam már, és akiket kimaxoltam már, azok a kedvenceim, tényleg igazi kedvenceim, viszont valamiért az összes író, aki rajta van a listán, megfogott. És az írásmódjuk volt az a legtöbbnél, ami igazán magával ragadott, és egyedi volt, és úgy voltam vele, hogy igen, ez kell nekem, és ebből még többet akarok, tök mindegy, hogy milyen témában.
mert azért nagyon hasonlítanak a könyveik, attól függetlenül, hogy más dolgoznak fel, az írásmód ugyanaz, és talán ez vonz be engem a leginkább íróknál. Hát ezeket tudom elmondani ezekről az írókról, hogyha valamit nem említettem eddig a csatornán, akkor most itt van. Ebből kakukktojás szerintem Audrey Néfeneggel, mert tőle csak egyetlen egy könyvet olvastam, nem is tudom, van-e neki több, de az nagyon tetszett, úgyhogy nem is értem, hogy miért nem olvastam még tőle többet. Hát ennyit szerettem volna a kedvenc íróimról, mindegyikről bevágtam elvileg, hogy hogy néz ki, és hogy milyen könyvsorozatról híres, vagy könyvről híres, és hát vágatlanul végig tudtam beszélni ezt a videót. Ez is nagy csoda. Úgyhogy remélem, hogy érdekes volt ez számotokra, hogyha szeretnétek még valami érdekességet vagy betekintést egy-egy író munkásságába, az én véleményemet ezekről a könyvekről, akkor azt írjátok meg, mert már lehet, hogy a legtöbbről van a csatornán külön videó, belinkelem nektek ezeket is. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, sziasztok!